Jó estét mindenkinek, köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Volt az előadás megkezdés előtt egy pillanat, amikor senki sem mozdult, és nagyjából senki sem gondolkodott. Ez a legértékesebb, amit ma megoszthatunk egymással. Tehát az elkövetkezendő körülbelül másfél óra az ennél kevesebbet fog érni, hogy mennyit az rajtunk fog múlni. Szeretnék egy rövid bevezetőt tartani a zenről, nagyjából arról, hogy a zen mi nem. Tehát illúziókat szeretnék elvenni, mert az, ami a zenről szól, az már megvan benned, csak még nem találtuk meg nagy részt, vagy ha megtaláltuk, csak részben műveljük. Tehát a zen nem a vallásosságnak egy olyan változata, ahol egy speciális imádattal egy mennyei üzletet tudunk kötni. Ez nem. Félretettük. Nem alkalmas olyan célok elérésére, hogy hosszabban, sikeresebben, különböző nagyobbításokkal éljünk. Általában a zen gyakorlók rájönnek, hogy inkább leszedni és letisztulni kell ugye magunkból, és nem pedig valami újabb réteget, egy újabb meszt magunkra ölteni, vagy állarcot. És amikor így a zen tanítványok, vagy az érdeklődők elkezdik tapasztalni, hogy a zen mi nem, akkor illúziót vesztenek. Elsősorban csalódnak. Csalódnak, hogy az elvárásaik és a vágyaik nem teljesülnek. És akkor azt mondják, hogy hát keresek én valami mást, ami tényleg úgy teljesíti három kívánságomat, mint a mesebeli tündér. És akkor kiderül, hogy az életnek a nagy kívánságai azok nem fognak teljesülni. Akárhova és akárkihez fordulsz, magyarul nem fogunk örökké élni, nem leszünk tökéletesek, nem leszünk szépek és okosak úgy, ahogy azt szeretnénk, nem fogunk teljes függetlenségben és szabadságban élni, mert egymásra vagyunk utalva, és amíg ebben a testben vagyunk, addig függőként élünk. Tehát itt ebben a teremben mindenki oxigén függő. 5 percre elzárjuk az oxigént, mindenkinek vége. Nem csak, hogy oxigénfüggők vagyunk, étel, ital, szeretet, kapcsolat, ház, szakma és egyéb függők vagyunk, csak azáltal, hogy megszülettünk ide. Na most, amikor a zen az ember alaphelyzetével igyekszik ugye tisztában lenni és ezt a tudomásunkra hozni, az erre alkotott illúziókat elvenni, akkor mindenképpen csalódunk. Mert azt szeretnénk, hogy a szellemi útnak vagy vallásosságnak kinéző valami, az ugye picikét boldogítson már minket. Legyünk jobbak. Legyen az, ami eddig még nem volt, de szeretnénk. És amikor kiderül, hogy ez az orvosság néha keserű, de tényleg hat, akkor az emberek úgy felteszik a kérdést maguknak többször is, hogy kell ez nekem? Érdemes? Érdemes erőt, időt, energiát beletenni? Miért? És hogyha a saját helyzetünkkel kellőképp tisztában vagyunk, akkor rájöhetünk arra, hogy igen, érdemes kérdéseket föltenni, és itt indul a zen önmagában. Tehát amikor felteszed az első kérdést, hogy valójában miért születtünk meg? Nem arról van szó, amit a neveltetésed, a társadalmad, a családod beléd kondicionált, vagy amit magad elhiszel a reklámokból és a használati utasításokból, vagy az egyébként nagyon okos könyvekből, amelyekre szükség van. Ezek mind részterületek, részproblémák és részmegoldások. De egészében miért vagyunk itt? Miért születtünk meg? Miért vettük fel ezt a testet, és mondjuk nem azt, azt vagy amazt? Miért születtünk mondjuk ide, nagyrészt Kiskunhalasra, Bajára és a környékre, és miért nem mondjuk 200 kilométerrel akárhova, ahova a körzőt ugye kihúzom, már a 200 kilométeres körző is óriási variációt jelent, 3 országot legalább, és tucatnyi, száznyi élethelyzetet, amiben mi nem születtünk bele, hanem a saját élethelyzetünkbe születtünk. Miért? És ha már így történt, mire jó ez az egész? Tehát azért nem merjük ezeket a kérdéseket föltenni, mert nagyjából olyan válaszokat találnánk, amelyek túlmutatnak a mindennapi komfortzónánk határain. Mi ezeket a határokat ugyanúgy védjük, mint az énünket. Azt az egoitást, amit ismerünk, amit magunknak tudunk. Mind itt hat tehát még mindig kérdésre, hogyha a komfortzónáink ennyire jól védhetők, az, hogy a komfortzónán belül nem működnek a dolgaink.
legalábbis úgy nem, ahogy szeretnénk. És az első, ugye, sikoly, az első kiáltás, hogy miért? És nem csak az, hogy miért szenvedek, hanem hogy miért én? És mi nem valaki más? És akkor kezdünk egy picikét tisztulni, amikor az illúzióinkat, főleg a magunkról alkotott illúziókat merjük levetni. Ez arról szól, hogy nem azok vagyunk, akiknek szeretnénk magunkat hinni. Amit énnek mondunk, amit annak ismerünk, az az összlényünknek körülbelül csak az 5%-a, néha 10, hogyha megtoljuk egy kicsit. De az a tudatosság, amivel élünk, nagyrészt tudattalan. Nagyrészt csak üzen álmokban, eseményekben, olyan történésekben, amiket még nem tudunk megmagyarázni, de nagyon is úgy tűnik, hogy nekünk szólnak és velünk történnek. Tehát amikor megkérdezem, hogy valójában ki vagyok én, egészlegesen ki vagyok én, mi az oka, hogy ez a tudat ebbe a testbe született, akkor kezdek el az úton járni. És ez az útonjárás az, ami sajátosan csakis a miénk. Más életformák, amiket itt ezen a bolygón látunk, nem tudják ezt. Az nem jelenti azt, hogy jobbak vagy rosszabbak, mint mi vagyunk. De a helyzet az, hogy csak az embernek adatott meg, hogy egy reflexiós, tükörszerű tudattal elkezdje látni a gondolatait, látni az érzelmeit, látni a múltját, a jelenét és esetleg a jövőjét is. Hát amikor ezek a kérdések felmerülnek, akkor a magunkról és a világról alkotott elképzelések elkezdenek változni. És ha engeded ezt a változást, akkor haladsz az úton. Ha nem engeded ezt a változást, ha bekötsz, és elkezdesz ragaszkodni valamihez, amit belül nagyon féltesz, vagy nagyon akarsz, akkor ez a változás megakad. Megakad, és marad benned nem is egy én morzsa, ego maradék, amiket mindenáron viszel magaddal, hogy ez csak is én lehetek. És nem mered a kérdést teljes egészében megtapasztalni. A zen meditációnak az egyik legfontosabb és évszázadokon keresztül milliók által gyakorolt módszere az, hogy felteszed a kérdést, mi ez? Mi ez, ami bennem lát, hall, szagol, tapint, ízlel, és gondolkodik, mi ez? Az, hogy ki ez, az már egy kép, az már egy projektált személyiség. Nem hamis, de eredetileg az nincs. Azt mi létrehoztuk. Nem csak mi, így koprodukcióban mindenkivel. De az a kérdés, hogy mi ez a lényeg, mi ez a látó, ami ezt a testet fölvette, ezt a tudatot használja? Ez a központi kérdés, ami az utat végig kíséri, ez a magva, ez a lényege. És ennek nyomán egy csomó tévképzettől megszabadulhatunk. Elkezdhetjük letenni, félretenni, megszabadulni azoktól a dualitásoktól, ellentétes nézetektől, amelyek tényleg szenvedést okoznak. A jó és a rosszba vetett fix hit, hogy ez az ember csak rossz, ez a másik ember csak jó. Ez a nézet csak helyes, a másik nézet csak helytelen. Amikor nem okozatiságában, összefüggéseiben látom a dolgokat és az embereket, akkor mindig tévedek. Mert a saját véleményeimhez és a saját nézeteimhez ragaszkodom ahelyett, hogy a valóságot úgy látnám, ahogy van. És amikor magunkat nem látjuk úgy, ahogy tényleg vagyunk, ez a szenvedés záloga, mert törés áll be a valóság és az elképzelés között. Nem valósult meg a projekt. Miért? Hát valószínűleg már nem mértük föl jól a helyzetet, a résztvevőket, a feltételeket, stb. És ez magunkkal is így van. Hát amíg az önképünk nem helyes, addig a másik emberrel és a világgal való viszonyunk sem helyes. Ez a törés, a szenvedés és a betegség. Amikor az egység helyre áll, akkor igazi önmagad lehetsz. Nevében a vallás ezt viszi, mint religió, újrakötés. De a tételes és szervezett vallások nagy része alkalmatlan erre a feladatra. Egyszerűen azért, mert a tanokat továbbvívő generációk mást vállaltak be, mint ennek a kérdésnek a művelését és az úton való ilyesféle haladást. Tehát bevállaltak egy csomó olyan praxist, amely ehhez, amiről most zenként beszélünk, nincs köze.
És ez is rendben van. Az emberi tudatnak, az emberi léleknek nagyon sokféle igénye van, amit ki kell ugye elégíteni valamilyen szinten. De az, hogy valójában megtapasztaljuk, hogy mi vagyok, mi az, ami megszületik és meghal, mi az, ami tud, érez, beszél és cselekszik bennem, az specifikusan az elmélyedés meditációja, szanszkritul gyána, kínaiul csanna, később csan, koreaiul son, japánul zen, és akkor elérkeztünk ahhoz, hogy a szavakat akármeddig malmozzuk, nem jutunk közelebb a lényeghez, amíg ragaszkodunk az írásokhoz, amíg nem irányulunk közvetlenül az ember tudatára, amíg nem ébredünk föl igazi önvalónk megtapasztalása által, és amíg nem kaptunk átadást tudattól tudatig. Ez a négy mondat, amit most hallottatok, ez a zen négy alapelve. Ettől zen, és nem valami más. Úgyhogy a praxisban a gyakorlók csak az illúzióikat veszíthetik el. Igazi önmagukat soha. Sőt, ahhoz jutnak közelebb, de azt kell mondanom, hogy a jó orvosság keserű, és néha úgy tűnik, hogy a helyes út visszafelé vezet. Magyarul nem éred el a vágyaidnak a tárgyát. De valami letisztul, valami világossá válik. Valamit mégiscsak tapasztalsz, de úgy tűnik, hogy nem azt akartad, de mégis ott van. És hogyha megtanul az ember ezzel a tapasztalással együtt élni, akkor egy idő után bízni is tud benne, mert ez az, amit nem vetítesz ki. Amit nem a vágyad, a haragod és a téves nézeteid csinálnak. Ez az a talaj, ez az az alap, amiből és amin létezünk. És ennek a tapasztalata pótolhatatlan, egyszerűen azért, mert minden ebből keletkezik, és minden ide tér vissza. És amikor elhagyjuk ezt a testet, akkor jobb nem téveszméket magunkkal vinni. Úgyhogy ezt az életet nagyon sokféleképpen föl lehet használni, de ahogy a halotti leplen nincs zseb, úgy a halott keze üres. Ugyanúgy, ahogy az újszülötté is. Magyarul, amihez annyira ragaszkodsz itt, amit annyira fontosnak tartasz, azt mind nem tudod magaddal vinni innen. De van valami, a tudatod, a lelked, amit viszont magaddal viszel. Tehát mire használod fel az életet? Nem azt mondom, hogy mondd le olyanokról, amit és akit szeretsz. Csak nézd meg, hogy a kapcsolataid hogy működnek. Nézd meg, hogy mit adsz az embereknek, és mit fogadsz el tőlük. És hogyha megnézed, hogy 20 évvel ezelőtt kinek láttad magad, 10 évvel ezelőtt kinek láttad magad, és most kinek látod magad, biztos, hogy ez a három személyiség nem azonos. Részben talán, de egészében nem lehet, különben nagy baj van. Tehát mi az, ami ebből a változásból a miénk? Mi az, ami ebből a változásból velünk jön, amit nem állandónak mondanék, csak a változáson túl lévőnek, a meghaladónak? Erről szól a zen. Ezt nem tudom kimondani, mert nincs rá szó, beszéd és forma. Te tapasztalható, körbejárható, és az intellektuális ugye, fejtegetésnek az a dolga, hogy az ehhez kapcsolódó tévedéseket szépen fosszuk le. Hosszuk le, hogy ne téves nézeteket, téves önképet, téves világlátást vigyünk magunkkal, mert ezzel okozunk szenvedést magunknak és másoknak egyaránt. Van esetleg kérdése bárkinek az eddig elhangzottakkal kapcsolatban, vagy amit magaddal hoztál a lelkedben, bármi jó, ami számodra fontos, és meg szeretnéd kérdezni? Nekem az lenne a kérdésem, hogy látható-e valóság valójában? Tehát mondtad, hogy illúziókat látunk, és ez mögött van egy konkrét valóság? Vagy az is csak egy viszonyítás kérdése. Mi van a kezemben? Egy pohár, és benne víz. Ez jó vagy rossz? Attól függ, hogy kinek és honnan néz. Mert egy kincset ér például egy hivatag vagy embernek, de nekünk teljesen mindegy. Ó, de sokat hallottam. Hát hallottam azt a primér valóságot, amit felfogunk. Kezedben egy pohár és benne víz. Minden mást rágyártottál, amelyek nem jók és nem rosszak, csak azt nem hallottam a mi egyébre, hogy egy pohár víz. Ez itt megállt.
Tehát nem jó és rossz, se nem jó, se nem rossz kincs vagy egyebet, amit hallottam. Ezek mind olyan dolgok, amiket az intellektusod okosan vagy oktalanul relatíve vagy az abszolút igényeve, de rágyárt. És ez egy pohár víz esetében teljesen ártatlan dolog, mert a víz nem szól vissza. De a társad visszaszól. A családod visszaszól. A társadalom visszaszól. Tehát amikor arról van szó, hogy... Most várj, bocsánat, Azt mondta, hogy mi az a kezében, igaz? Uh-huh. Ő megmondta, hogy az egy pohár, és benne víz. Ön azt kérdezte, hogy ez jó vagy rossz? Uh-huh. Tehát nem magára a vízre kérdezett rá, hanem a tárgyra. A tárgynak nem lehet megmondani, hogy jó vagy rossz, mert az csak szolgál valamit. A víz az a kincs. Nekünk nem annyira, mert nekünk itt van, mi nekünk folyik a csapból. De más, mivel viszonyítást képez azáltal, hogy aranyat ér másnak. Amit mondasz, az nem rossz és nem jó, de az erről a pohár vízről egyáltalán nem szól. És ez rendjén van, tudod miért? Mert nem az a fontos. Az a fontos, hogy a gondolkodásod hogy működik. És mindenkinek, még ha hallgatott is, megmutatkozott a gondolkodás módja ezzel kapcsolatban, és ez volt a cél. Tehát például, ami most rólad kiderült, nem a pohár vízről, hogy te az igazság bajnoka szeretsz lenni. És ez nagyon derék. Nagyon derék. Csak mit teszünk azért, hogy megtapasztaljuk az igazságot? Mit teszünk azért, hogy nekünk legyen igazunk esetleg egy másik emberrel szemben? Mire vagyunk ezért képesek, akár úgy, hogy áldozatot vállalunk, vagy úgy, hogy a másikat áldozattá tesszük? Tehát ezek a dolgok, amikor az igazság ennyire fontos, akkor le kell, hogy fordítódjanak emberi kapcsolatokra, és hogy azok a kapcsolatok hogy működnek. Tehát, hogyha a zen gyakorlatával a tudat letisztul, akkor a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés egyaránt tiszta. Más oldalról tiszta a lényeg tapasztalata, tiszta az igazság látása, de tiszta az igazság működtetése, cselekvése is. Tehát nem állok meg az igazságnál, hanem megyek tovább, hogy az hogy működik az életben. Tehát amikor az igazság fontos, akkor az is fontos, hogy mi az, ami előtte van, és mi az, ami utána van. És hogyha az egészet kapcsolatában, kontextusában nézed, akkor az ember elsajátít valami olyasmit, ami az igazság igénye mellett egyaránt fontos, és ez a szerénység. És ezzel lehet nagyon messzire jutni, hogy igazad is van, de ezt szerényen és alázattal nyilvánítjuk ki. És ekkor van valami kincs, ami tényleg olyan, mint a víz a testnek. És én kívánom, hogy ezt a kincset tényleg mindannyian tapasztaljuk meg, amely egy mélyebb valóságból ered, mint gondolatiság, vagy akár az érzelmek, szóbeliség, vagy éppen forma. Jó? Köszönöm. Szívesen. Amit egyébként most így ezzel a párbeszéddel kicsikét tapogattunk, ez az úgynevezett középút, ami a Mahayana buddhizmusban egy nagyon fontos fogalom, és ez a középút, ez egyensúlyt teremt benned is, a családban is, a társadalomban is. Ez a középút az ellentéteket kiegyensúlyozza, nem tagadja meg, de nem is vész bele. Elfogadja a világot olyannak, de nem cselekvésképtelen, és nem süllyed bele ebbe az elfogadásba. Úgyhogy a középút az a megnyilvánulás és társadalom szintjén az a középosztály. Nem túl gazdag, nem túl szegény. És ott, ahol a középosztály eltűnik, ott a középút is eltűnik, ott a kiegyensúlyozott gondolkodás is eltűnik, és ott valami nagyon szélsőséges nézetvihar veszi át a helyet, amely polarizálja a tudatokat, ellentétekbe szakítja a nézeteket, és elveszi azt az igazságot, amiért aztán annyit kell küzdeni. Azért, hogy kimondhassam azt, hogy az ég kék és a fű zöld. Mert nem az a probléma, hogy mások nem azt mondják, hogy az ég kék és a fű zöld, hanem az, hogy az én egem az kékebb, mint a tiéd. És ez a zöld fű, ez csak az enyém, és erre nem léphetsz. Tehát a birtokló és a versenyző magatartás, az párosul és hozzátapad ehhez az igazság igényhez, és egyből háború van, pillanatok alatt.
pillanatok alatt. Nézzétek meg, az elmúlt 150 év, de elég az elmúlt 100, pontosan ezen az identitás kérdésen, hogy az én egem az kékebb, mint a tiéd, az én identitásom jobb, mint a tiéd, és erre a földre nem léphetsz se vendégként, semmiként. És ebből indultak nagyon komoly problémák. És ezt nem tudjuk másképp meggyógyítani, ezeket a sebeket, csak akkor, hogyha eljutsz egy igazi önvalóhoz, amely bennünk ugyanaz, amely ennek a világnak a lényege. És ez az a dolog, amit csak ebben a pillanatban tudsz tapasztalni. És ezért a meditáció egyszerű és világos, engedj el mindent, ami a múltba, egy projektált jelenbe, vagy egy jövőbe taszítana téged. És ez a saját tudatodnak a szokása, az a sok-sok karma, amivel élsz együtt. Tehát miért ne lehetne ettől megszabadulni? Miért ne lehetne letisztulni? Miért ne lehetne egy emberibb, egyszerűbb, világosabb életet élni? Miért ne lehetne önzetlenebbül és segítőbben viszonyulni a világhoz? Valószínűleg egy idő után ezt is kapnánk vissza, de nem hisszük el, tehát bezárkózzunk. Ha valami nagyon traumatikus történt velünk, akkor hogy lehet megbocsátani? És az első igazi változás az pont a saját nézetvilágunkban kell, hogy bekövetkezzen, és az áldozat tipológiának van egy alapkérdése, hogy az elszenvedővel megkérdeztetik, hogy hogyan járult ő hozzá ahhoz, hogy ez bekövetkezzen. Még a lehető legapróbb kicsi rész, hogy úgy tűnik, hogy rossz helyen, rossz időben volt, de soha sincs senki sem rossz helyen és rossz időben. Tehát valami oda vezérelte. Mi volt az? Valami felvetette a kapcsolatot az elkövetővel. Mi volt az? Tehát hogyan járultam hozzá én ahhoz, hogy az megtörténjen velem? És mihelyt ez megtörténik, ez a nézőpontváltás, pusztán azért, mert felmertett tenni a kérdést, onnantól kezdve az áldozat, mint abszolút, és az elkövető, mint abszolút megszűnik, és relatíve egymáshoz képest kezdenek el létezni. Tehát az áldozat nagyrészt tudattalanul, de aktívan hozzájárult ahhoz, hogy bekövetkezzen vele az a tragédia vagy trauma, ami éppen megtörtént. Az elkövetőt pedig gyakorlatilag felhasználta az indulataival, vágyaival, azzal a karmával, amit éppen bevonzott. És mihelyt ez megtörténik, megláttam a saját részemet benne, ezen az alapon már meg tudok bocsátani annak, aki ezt elkövette velem, úgy, hogy közben nem próbálok meg felejteni. És ez nem az a mondat, hogy megbocsátok, de nem felejtek, mert ebben még egy rakat gyűlölet és bosszú vágy van. Elengedtem, de ha még egyszer megjelenik, elvágom a torkát. Jó nagy recéskése, hogy szenvedjen. Tehát így. Tehát nem erről van szó. Tehát úgy emlékszem, hogy közben a megbocsátás nem megy el. És ekkor lehetséges az, hogy az egyébként letokolt és lezárt szenvedésteli tapasztalat motivációvá, egyfajta üzemanyaggá válik az életben, és energiát tudok meríteni belőle, és felhasználni az utamon. Mert egy valami biztos, a szenvedés megváltoztat, ha akartam, ha nem. És ez a változás az, ami felszakítja az énnek a burkát, még ha fájdalmas, akkor is. És ez az a felszakított egóburok, az elhasított én atom, amelyből olyan energiák szabadulhatnak föl, amit ha nem bosszúállásra és ilyen abszolút negatív dolgokra szeretnék felhasználni, akkor a felrobbanó atomerőmű helyett, ugye, egy normálisan működő atomerőmű lesz, és a bennem lévő hasadó anyagból nem sugárszennyezést csináltam, hanem életenergiát. Bármire képesek vagyunk. Egyikre is, másikra is. De hogy belőlünk atombomba lesz-e, vagy egy békésen működő atomerőmű, az pillanatnyi döntésünk függvénye. Egyéb kérdés? Köszönöm. Visszatérve az előző, ezelőtti gondolatmenethez, hogy jelen pillanatban te hogy tudod, vagy hogy látod az emberekben ezt az önmegismerést, vagy tudatváltást, amit azért eléggé közismert szó, úgymond szerintem, főleg magyar nyelvterületen, hogy mikor érjük el, úgymond, közösen azt a célt, amit te is megfogalmaztál, hogy először, hogy a jelen helyzetünket megismerjük, megnézzük az előzményt, felmérjük a jövőt, és megállapítjuk, hogy hol vagyunk, és hogy min kell változtatni ahhoz kollektíven, az emberi tudatnak összességében,
hogy ez idézőjelben egy tudatosabb és jobb világgá váljon. Hát ez egy háromhasábos cikkanyag, amit most megkérdeztél. Röviden, hogy te drága! Tudod, hogy Einstein azt mondja, ha válaszolhatok 10 percben azt most, hogyha másfélben, akkor várjál rá 2 hetet. Akkor úgy mondom, hogy ne vegyem el a más idejét. Akkor, amikor tényleg azt akarjuk. Ez elég rövid szerintem. Tehát amikor tudjuk, hogy mi a legfontosabb, és csináljuk azt a legjobban. Ha csak idáig eljutunk, akkor már óriásit léptünk előre ezekért a célokért, amiket megfogalmaztál. Nincs objektív cél. Nincs egy olyan, hogy maraton 20-42 kilométer célszalag átszakít, és megköszöntük a részvételt, vagy meghaltunk, vagy nem. De amikor az emberiségre, vagy csak egy szűkebb népre, társadalomra, családra gondolunk, megint nincs objektív határ. Tehát ez a határ, amit azt mondasz, hogy amikor már megoldottuk a problémáink nagy részét, amikor már ugye nem okozunk annyi szenvedést egymásnak, amikor már megvilágosodottabbnak tekinthető a társadalom, hogyha jól értettem. Ezek nagyon relatív dolgok, ezekért nagyon sokat kell dolgozni. Nézzünk, a németeknek 2 világháborúba került, hogy most úgy viselkedjenek, ahogy. Nézd meg! Tehát az elképesztő, hogy mit dobott le magáról az a társadalom 100 év alatt. Tehát nincs objektív határ. Bennünk dől el pillanatról pillanatra, hogy milyen világot hozunk létre magunknak és egymásnak. Ezeket a döntéseket pillanatról pillanatra mi hozzuk. Ennek az eredete a tudatunk. Ha a tudatunk tiszta, a döntéseink is tiszták. Ha a tudatunk nem tiszta, a döntéseink sem azok. Egy tudat tisztaságát az eredményeiben lehet nagyon jól lemérni. Egy társadalom megvilágosodottságát az abban felhalmozódó tartalmak függvényében lehet lemérni. Tehát mi az, ami egy társadalmi tudatban felhalmozódik? Mennyi együttérzés, bölcsesség és önzetlen segítség, és mennyi vágy, harag és téves nézet? Ezeknek az együtthatója dönti el, hogy a társadalom megvilágosodottnak tekinthető vagy sem, megoldotta-e már a saját problémáit vagy sem, és hogyha megoldotta a saját problémáit, elkezd-e segíteni másoknak vagy sem. Mert úgy szól az egész, nem folyton belé, csak érjen. Tehát az van, hogy úgy szól az egész, hogy érd el a felébredést, és segíts minden lényen. Ez egy paralel folyamat. Tehát felébredésünk függvényében tudunk más lényeknek segíteni, egyébként még mindig mi vagyunk a probléma, és mi szorulunk segítségre. Tehát nézd meg, hogy egy ország és egy társadalom hogyan működik, mi szorulunk-e még segítségre, vagy pedig már képesek vagyunk segíteni másoknak. Ez egy nagyon egyszerű paraméter. És mentes azoktól az ambivalenciáktól, amikkel teleírják a lapokat, meg a különböző digitális felületeket. Ha nem oldottuk még meg a problémáinkat, akkor mi szorulunk segítségre. Ha már megoldottuk és elkezdtünk segíteni másokon, akkor ezt a bizonyos fokozatot, amit kérdeztél, azt már akkor és úgy meghaladtuk. De vissza lehet süllyedni pillanatok alatt. Tang dinasztiabeli Kína nagyon jó példa erre. Nagyjából amikor mi itt a Római Birodalom és a honfoglalás között pár évszázadot eltöltöttünk, ki tudja mivel és hol. Tehát olyan körülbelül a 6. század vége és a 9. század vége, ez nagyjából 300 év volt Kínában. Volt egy Tang dinasztia, és ez volt a buddhizmus virágkora. Az összes olyan zenmester, akikre úgy nagyjából emlékszünk, 1-2 szórás van előtte, utána, ebből a korszakból származik. És ez azért lehetett, mert egy Tang dinasztiabeli uralkodó tényleg az akkor már nagyon-nagyon komolyan virágzó mahaján a buddhizmust, azt kvázi államvallássá tette, és nem olyan kötelező jellege, hogy most aztán, ha nem ez van, akkor dá-dá, mert hát nem így működik a buddhizmus, hanem azt mondta, hogy mi így működünk, az általunk képviselt uralkodó osztály is így működik, és ezáltal egy középutas, középosztályra épülő társadalmat sikerült létrehozni, fantasztikus mennyiségű szerzetessel, szerzetes növelt templommal, és kb. 250-280 év alatt eljutottak odáig, nem voltak olyan dolgok, amik egyébként a birodalmi attitűd fenntartásához kellenek, mert hogyha nincs min és kin uralkodni, akkor az uralkodó osztály feleslegesnek érzi magát, és gyorsan csinál valamit, amitől ő
ugye nagyon szükséges lesz, és legyen min uralkodni, és legyen probléma, amit háborúk a legjobbak erre, ha túl nagy a béke, túl nagy a boldogság, túl nagy a szabadság, akkor csinálnak valami háborút azért, hogy megtudjuk, hogy valójában mennyire fontosak ők, akik megmentették, és felszabadították, és ismét békét teremtettek. Jó? Tehát az utolsó Tang dinasztiai uralkodó pontosan erre jött rá, és nem tudott rögtön doktrinát gyártani, mert nem olyanra volt a társadalom konfigurálva, ezért bezáratott 12 ezer templomot, hazaküldött 800 ezer szerzetest és szerzetesnőt visszakényszerítve őket a világi életbe, és utána, miután ez a szellemi kvalitás és közeg eltűnt, és nem lehetett a világi társadalmat áthatni ezzel a nagyon józan, nagyon világos, nagyon középutas, praktikus ugye, szellemi élettel, pillanatok alatt háború is lett, viszont ezzel ki is halt a dinasztia, mert annyira felbojdultott az uralkodóháznak az élete, hogy nem született ugye, fiú ági örökös. Egy társadalom a tudatformájától függően gyárt le szenvedést vagy boldogságot, jelent problémát vagy megoldást. Ugye? Nem szenved eléggé. Nagyon jót mondtál, ugyanis ha nem szenved eléggé, akkor nem óhajt felébredni. Addig azt hiszi, hogy ezt elviheti még szárazon. Köszönöm. Szívesen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy arról beszéltünk, hogy több testben ugye, ezen anyagi világban létezünk. Miért veszi föl a tudat az emberi test formáját? Az első pillanat, amikor először. Mikor volt az első pillanat? Ha nem tudjuk, hogy az első pillanat mikor volt, akkor tudunk vele valamit kezdeni? Ez olyan, mint az ősrobbadás problémája. Tehát, de... Igen, de hát... Nem tudom, ez egy nagyon jó kérdés szerintem, hogy mi az a pillanat? Én tényleg értékelem az önbizalmadat, de erre az aprócska kis pillanatra térjünk még vissza. Tehát, hogyha nem tudom, hogy ez az első nagy egyéni ősrobbanás, ami az első testesülés. Amikor én elképzelem, hogy a test és a lélek úgy egyszerre, úgy először kapcsol. Ha ezt nem tudom, hogy mikor volt, akkor tudok vele valamit csinálni? Ezt meg lehet tudni. Te makacs vagy, tanárnő, tehát ez valami elképesztő. Tehát tudok vele valamit csinálni? Én is makacs vagyok, látod? Addig, amíg ezt nem tudod, addig nem. És a következő kérdés, csak hogy kisegítsem a szekeret a kátyúból, ugye, kell... Nem az első pillanat kell. Ez a pillanat kell. Nagy nyugati tanítónk mondta, hogy igazi önvalódban van az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezt fordították helytelenül énnek. Rátment három nagy nyelven, mire elért hozzád. Tehát én vagyok az alfa és az omega, hibás. Igazi önvalódban, igazi énedben van a kezdet és a vég. Ebben a pillanatban van a kezdete és a vége mindennek. Na most innentől kezdve, ha ezt korrigálod, akkor jön az, hogy na most ebben a pillanatban miért kell nekem ez a test? Miért szeretném én tapasztalni a disznópörköltet nokedlival? Miért akarok somlóit enni utána? Miért akarok szólni a másikhoz? Mivel az érzékelést szeretnénk, mert olyan elképesztően konkrét. Tehát amit látsz, az a tiéd, azt te látod, amit hallasz, azt te hallod, amit te ízlesz, az a szerelemnek is az érzése, az összes olyan dolog, ami benne van egy emberi kapcsolatban, az annyira konkrétan a miénk és a tiéd, mint egyén. Hogyha az emberi testet nem vettük volna föl, és valami definiálhatatlan energiamezőként ott diffundálunk valahova, ott mászkálunk a levegő égben, hát azt nem lehet, hát nincs szemed, füled, orrod, nyelved, tested, agyad, szíved, semmid nincs, amivel te az egyéniségedet átélhetnéd. Hát ezért születünk, hát nézd meg! Ez egy hatalmas egótrip, amit 7 milliárdan itt járunk, és nagyon kevéssé akarunk felébredni belőle, inkább megismételjük. Tehát szeretünk érzékelni, imádunk tapasztalni, még ha rossz, akkor is. Jó vagy rossz, az mindegy, csak legyen valami, amit tapasztaljak. Igen, mondja. De hát épp ez a csapda. Hogy tudunk, azt talán megfogjuk és nem engedjük. Jól látod, ehhez nincs hozzáfűzni valami. Csak egy apróka hasonlattal szeretném a közönség számára nyilvánvalóvá tenni, hogy ez mennyire így van, hogy ugye okos afrikai vadászok, azok úgy működnek, hogy nem ám lenyilazzák, meg be kell fogni. Hogy aztán kalitkába be.
És a majmot azt úgy szokták, hogy beletesznek egy csuporba egy banánt. És az olyan, hogy a majom a kis tappancsával be tud menni, de mihelyt megfogta a banánt, utána nem tudja kihúzni, és a csupor meg oda van kötve a fához. Brutális, de működik. Na, így működünk mi, ragaszkodó emberkék. Megvan a banán! És ahhoz ragaszkodunk, és közben az élet darabokra cincál. És nem az élet cincál darabokra, magadat cincálod darabokra. De azért, mert ragaszkodsz a banánodhoz. És ennek a legjobb példája a drága szánk. Mindenki látta, gondolom, a trilógiát. A gyűrűk ura az egy szellemi térkép. Az, hogy te hova jutsz az utadon, az gyakorlatilag abban az univerzumban, amit Tolkien megírt, gyönyörűen látható és artikulálható. Helyezd bele magad. Hogy gyakorlatilag a drágaság, drágaság, tehát fogod a banánt. Fogod a banánt. My precious. Tehát, ugye? Ugye? Tehát nézd meg, hogy a birtoklásra és a kizárólagosságra épített tudat az így működik. És ezért kell, ugye Shakespeare-i három rétegű karakter, Frodo a felső, Samu a középső, Gollum az alsó, de ez gyakorlatilag egy. Ezért is mennek a hegyre hárman. Tehát benned is, amikor mész az utadon és viszed a terhedet, akkor nagyon sokféleképpen viselkedhetsz. Viselkedhetsz Frodo-ként, Samu-ként és Gollum-ként. És egyik sincsen meg a másik nélkül. Egyik sincsen meg elkülönülten. És ezért kell Gollumnak meghalnia, Frodo megy a tiszta földre, és Samu marad középen, középföldén, és boldog lesz. Meg aztán nem csak boldog. Család élet az bekövetkezik, mert Csűrös Rozival legyártanak egy csomó apróságot, és akkor meg az lesz az élet. Jó? Tehát azért érdekes ez, hogy el tudod engedni a banánt. Ha nem engeded el, akkor a banán megöl. Illetve ami a banánt kontrollálja, az öl meg. Hogyha el tudod engedni, akkor meg tudod haladni a világot, meg tudod haladni az életet és a halált, és Samu példa elmutatja, hogy lehet azt szépen is élni, nincs az a semmi gond. Műveljük a földünket, kis kerek ajtókat vágunk a domboldalba, besülyeztett házacskánkba, és ott is lehet élni, semmi gond. Tehát te rajtad múlik, hogy az életed merre visz. És ez az irányvétel a legfontosabb, hogy merre viszed az életed hajóját. És pillanatnyi döntéseiddel leszel Gollum, Samu vagy Frodo, vagy hölgyeknek Galadriel, vagy a banyapók. Azt is lehet. Egyéb kérdés? Ez egy kevésbé emelkedett, de az újabban foglalkoztat engem ez a kérdés, mert ugye mentem a honla, a buddhizmus egyéb, és találtam ezt a részt, tehát elég későn ért el hozzám, bárkinek mondtam már, mondta, hogy hosszabb ideje, évek óta hallotta, jutok a végére mindjárt. A pálmalevelekkel kapcsolatban szeretnék valamit hallani, hogy... a véleményedet, ha úgy tetszik. Köszönöm szépen. A pálmalevelek pálmafákon nőnek. Általában trópusi éghajlatra jellemzőek. Iván, el kell árulnom tudatlanságomat, semmiféle igazi buddhista képzetet és történetet nagyon csalódást okoztam. Reméltem is. Tehát nem tudok kapcsolni pálmalevelekkel, hogyha valami ilyen komoly buddhista történetről van szó, kigooglizzuk, megígérem, csak most ne várjál tőlem intelligens választ rá. Tehát semmim nincs pálmalevél ügyben, és legutoljára tengerparton láttam pálmákat, semmi többet nem tudom. Okay. Egyéb kérdés, amivel javíthatom ezt a súlyos hiányosságomat? Szeretnék egy kérdés feltenni, hogy miért van az, hogy mikor a legközelebbi hozzátartozónk a családban tudjuk legkevésbé a türelmet, a megértést és legkevésbé gyakorolni. Sokkal könnyebb ez kint az utcán, akárki a munkahelyén, a stb., de otthon ez kicsi nehezebb. Akivel az utcán találkozol, azzal hány éve élsz együtt? Akkor láttam egy perceket. Igen. Hazamész, hány éve élsz együtt a hozzátartozóddal? Hát amit a... ismerem meg. Annyira diplomatikus volt. Na, akkor ezért. Tehát, hogyha elkezdesz 55 évnyi karmikus réteget lebontani,
az jóval több, mint 5 perc. Tehát 5 perc alatt csak kedvesnek lehet lenni a másikkal. De 55 évig kedvesnek lenni a másikkal, az egy folyamatos befektetett munka. Ez egy nagyon kemény munka, és ez az emberi kapcsolatoknak az egyik hatalmas értelme, most kilépünk az anya-fiú kapcsolatból, lépjünk bele mondjuk egy társkapcsolatba, az nagyon jó, és ez azért szép, mert amikor a kölcsönös vonzalom, az úgy tűnik, hogy olyan kiegyenlített. Szeretünk valamit a másikban, szeretnénk valamit a másiktól, és akkor, amikor ez a szépség, mint vonzalom, úgy összehúzza az embereket, akkor lejön a csomagolás a dobozról, kinyílik a doboz, és megjelenik a tartalma a rakománynak. Ez házasság után 1-3 év. Néha hamarabb, mert egy kicsikét felgyorsult társadalomban élünk. De ami az egy éven belül történik, az még tényleg nem az, ami az 1 és 3 között, és a 3 és 10 között fog történni, és ami 10 év után van, az már sokkal jobb. Csak azt addig ki kell bírni, hogy bátorság, meg lesz az. Csak azt kell tudni, hogy a szépség az a csomagolás. A vonzalom az a szállító, és ami a karmádnak a valódi tartalma, az együttélésben kijön, na az az igazi feladat. Az a tartalom. Ezt nem szoktuk bírni. Vannak olyan válások, amikor már tényleg elvégezték egymáson a munkát, és már nem lehet többet, és akkor szevasz, de ez legritkább. Ezért van az, hogy a válások többsége az nem egy ilyen békés elköszönés, hogy meghajolunk egymás felé, köszönöm, hogy veled együtt élhettem 23 és fél évig, és most boldogan távozom. Ha ez lenne, nem távozna. Az emberi kapcsolat az a legnagyobb karmikus tréning. Oké? Tehát ebben az egész család részt vesz, és most párkapcsolatról visszatérve egy nagyobb témakörre, ha meglátod azt, hogy a kapcsolatok valójában mire jók, nem fogod annyira kényelmetlenül érezni magadat benne. Tehát az adott kapcsolatban mi még a dolgod? Az igazi kérdés az, hogy hogyan segíted a másikat az adott kapcsolatban. Tehát ekkor szűnsz meg problémának lenni a másik részére. Az nem azt jelenti, hogy azt teszed, amit akar a másik. Olyan nincs. De megadhatod neki, amire tényleg szüksége van. És ezt inkább meg fogja köszönni, mint hogyha az egóját simogatod és fényezed, hogy jaj, te aztán ilyen vagy, meg olyan vagy, meg aztán te vagy a leg. És aztán kiderül, hogy csak el szerettünk volna érni valamit, és amikor ezt megkaptuk, akkor mi csoda? Ki vagy te? Na, szóval így. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy egy kapcsolatban a saját feladatunkat, azt a karmát, amit beleteszünk, azt nagyon jól lássuk. És amit nem akarunk beletenni, ne tegyük bele, mert nem őszinte. És a kapcsolatokban az őszintesség lenne az alap. Ez nem jelent, hogy jó őszintén bemosunk a másiknak 2 akkorát, hogy attól kódul, nem. Az őszintesség az azt is jelenti, hogy egy csomó mindenről magamban lemondok azért, hogy ez a kapcsolat olyan minőségű legyen, amilyen. És hogyha ezt meg tudom tenni, akkor a kapcsolatból egy nagyon komoly karmajóga, karmikus tréning lesz, ami engem is mutat, a másikat is mutatja, a környezetemet is jól mutatja, és ebből a belátásból lehet rengeteg bölcsességet és együttérzést kifejleszteni, és nem könyvekből, meg ilyen szentbeszédekből, meg egyebekből. Tehát amikor a saját életednek a tapasztalatait tudod feldolgozni, és a feldolgozás se piskóta, tehát a feldolgozáshoz kell az az elmélyedés, hogy te meglátod, hogy valójában mi történik. Valójában honnan jönnek a dolgok, valójában ki és mi vagy. Ehhez a feldolgozáshoz kell a zen, és az a fajta módszer, hogy minőségi változást tudj hozni magadban. És ez a kapcsolatokban azonnyomban megjelenik, pillanatok alatt. Ilyenkor lesznek az ellenségből barátok. És hogyha pedig az ember elhanyagolja, akkor a barátokból ellenségek lesznek. 2-3 olyan mozdulat elég, hogy az életbe többet nem akar rólad hallani, ha meg meglát, akkor vagy elkerül, vagy megpróbál alá tenni jó nagyokat. Ez így hihetetlen, hogy mit csinálunk egymással, miközben úgy tűnik, hogy egy materiális társadalomban élünk. Mi a dolgom, és mit szeretnék? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Please answer in Hungarian. Most már hallgatok rád, mondjad. My question is about death. So difficult to mourn a loved one's death. And if somebody can't get out of
the morning, how can you help that person? A kérdés arról szólt, hogy amikor szeretteinket elveszítjük, akkor nagyon nehéz a gyászon túljutni, és mit tegyünk akkor, amikor mondjuk a gyászba beleragadtunk. És az első és legfontosabb tény, hogy a halállal, mint jelenséggel legyünk egy picit tisztában. Tehát egyrészt nem veszítetted el a szerettedet, csak eltávozott. Az tény, hogy ebből a világból távozott, és elveszítetted őt, mint test és lélek kapcsolatot, mert abba a testbe ő már nem tér vissza. Ez tuti. Ezért mondjuk azt, hogy meghalt. De ez nem jelenti azt, hogy elvesztetted vele a kapcsolatot, csak nem úgy tudsz továbbra is kapcsolatot teremteni, vagy felemeled a telefont, és felmondta, hogy zsiga, gyere, ígyunk egyet. Ez már nincs. Az van, hogy zsigának a tudata az szépen ment a saját útján, egyik testből ki tudja hova. De néha látjuk és érezzük, hogy a kapcsolat nem szűnt meg. Nagyon komoly tudatok bizony látják azt álomban is, és néha érzik éber állapotban is, hogy a test nélküli lélek az bizony még mindig ott van és kapcsolatban van, és ez nem kell skótkastélyos regény. Ez csak a saját letisztult lelki tapasztalatot kell. De ugyanez van a születéssel is. Anyukák néha már beszélgetnek a magzattal úgy, hogy ez nem az ő projekciójuk, hanem tényleg, ahogy belép az anyamékbe a magzat, és lefoglalja a helyet ott a placentán, és kijelöli a kis célkeresztet és a leszálló pályát, anyuka érzi. Anyuka érzi, sőt, néha magzat jelez, hogy ezt talán nem kéne, ezt meg kéne, néha ilyen szintű a párbeszéd. Okay. Tehát azt tudom erre mondani, hogy a halált azt átváltozásnak kellene felfogni, és nem veszteségnek, és egy olyasféle szükségszerűségnek, ami az életből következik, és ez egy nagyon nehéz falat. Tehát az, hogy megszületünk, az az egyetlen egy oka, hogy meghalunk. Az összes többi csak tünet és mellékkörülmény. De a megszületésből következik az, hogy el is fogunk távozni innen. A test és a tudat kapcsolódásából következik az, hogy ez egyszer szétválik. Egy tűztípusú, égető, érzékelő, oxidáló tudat és egy víztípusú 66% H2O típusú testből következik az, hogy az oxidáció és a hidráció, tehát a tűz és a víz egyensúlya sokáig nem tartható fönt. És ezért megyünk ki a testből, mert a test vagy kiég, vagy pedig dehidrálódik, vagy pedig egyéb olyan problémái lesznek, amitől a tűz és a víz egyensúlya, a tudat és a test egysége nem tartható fönt. És hogyha tudjuk magunkat gyógyítani, vagy segítséggel ugye orvosok meggyógyítanak, akkor még itt leszünk egy ideig, és amikor már nem tudunk visszatérni a testbe, akkor már nem. Tehát ha úgy nézzük, hogy a test, az a tudat és a, bocsánat, az élet, az a tudat és a test kapcsolódása, a halál pedig a tudat és a test szétválása, akkor rögtön nem olyan szörnyű az egész, mert azzal, hogy megszülettünk, beírtuk a nevünket a halotti anyakönyvi kivonatba is. Törvényszerű, nem tudsz mit csinálni, és ez átcsoportosíthatja az erődet, hogy ne a halálnak a megváltoztathatatlanságával foglalkozz, hanem azzal a lélekkel foglalkozz, aki a kedvesed volt, aki a szülőd, bárki, aki számodra fontos és szeretted. Mert tudod, hogy csak a testét veszítette el, de önmagát nem. És innentől kezdve, akár a mantráiddal, akár bármiféle kapcsolattal, de küldhetsz neki olyan energiát, üzenetet, hogy itt vagyunk, szeretünk, stb. Stb. De ez már inkább neked fontos, mint annak, aki eltávozott. Ugyanis volt egy ilyen sztori, hogy hozzád hasonló kérdés, de sokkal makacsabb tudat, az addig gyalogolt, amíg nem talált egy ilyen idéző emberkét, aki bizony testetleneket meg tudott oda hívni, és az egész család elment, mert végre tudunk valakit, hogy hogyan lehet Zsiga bácsit visszahozni, és hogyan tudunk még vele beszélni, és hogyan lehet még egy kicsit köztünk, és baromi nagy ragaszkodással elmentek ehhez az emberhez, és azt mondták, hogy kérjük Zsiga bácsit, stb. Táncoltak, ütöttek, mindegy, hogy miféle praxisa. Zsiga bácsi tényleg ott volt a térben, test az egy szálse, és hatalmas konszenzus a rokonok között, hogy most meg kell kérdezni, hogy Zsiga bácsi hogy van. És valami iszonyú ilyen artikulálatlan válasz jött, és megkérdezi, Zsiga bácsi, mit szeretnél, mit tegyünk? Mert ott még tényleg az volt, hogy pálinkát a sírodra, tehát valami ilyesféle mentalitás.
És Zsiga bácsi a médiumon keresztül a következőt mondta, hogy hagyjatok elmenni. Hagyjátok abba ezt az egész szemfényvesztést, és hagyjatok engem elmenni. És nem azért volt szemfényvesztés, mert Zsiga bácsi nem jelent meg a térben, de a médiumot közvetített, és akkor valami habók volt. Nem, Zsiga bácsi tényleg ott volt a térben, és azt mondta, hogy hagyják őt menni az útján, mert meghalt, és már nincs itt dolga. Hadd menjen. Oké? Okay? Tehát, ha tényleg tisztában vagyunk azzal, hogy mi a tudat, mi a test, hogy kapcsolódik, ami kapcsolódik és együtt él, az az élet. Amikor már nem, azt mondjuk, hogy a halál. Aztán kapcsolódik újra, de most nem menjünk bele, mert nem akarok kitéríteni az embereket inkarnációs tanokra. Legyen meg a te tapasztalatod szerint. Nem kell hinni. Amit tapasztalsz, az van. Oké? Okay? Tehát nem olyan szörnyű ez. Az, hogy egy adásnak vége van, az még a legjobb sorozatoknak is tényleg sajátja. Jó? És utána, amikor a helyes viszony kialakul az élethez és a halálhoz, akkor tudsz a kapcsolaton segíteni. Mert nem akarjuk Zsiga bácsit megint pálinkával kínálni. Nem tudja meginni. Hadd menjen. Jó? Megkérdés? Most hát az, úgy mondom, amit képviselsz az entit, és úgy gondoljátok, hogy minden éjjel egy kicsit meghalunk? Ti? Csak a maga... Oké, az úgy jobb, mert csak a magam nevében tudok felelősséget vállalni, ha még úgyse, de... Igen? Úgy hínak, de esetleges, tehát még egy darabig. Na szóval... Hogy minden éjjel egy kicsit meghalok? Erről nem tudok, csak az, hogy éhesen ébredek föl. Nem tudom, mi történt azelőtt, de reggeli az nagyon jól esik. Tehát nem tudom, mit csinálok éjjel, általában alszom. Na de, tudatod ezt, hogy... Hogy kezeled, de amikor vissza, mert nyilván valamire emlékszel. Időnként. Megint csalódást kell okoznom. Én nem nagyon szoktam emlékezni. Én reggel arra emlékszem, hogy kimentem a fürdőszobába, és elvégeztem ott a dolgomat. Ami előtte volt, az a felkelés előtti szakasz. És az akkor fontos, van úgy, hogy emlékszem, de csak akkor, ha kell. Tehát megszámolod a konyhai szemetet, és kartotékolod, és minden? Nem. Konyhai szemét... Ugye, hogyha nincsen ilyen szelektív hulladékgyűjtés, akkor fogod, berakod a kis zsákba, és kirakod a kukába. Az álom nagy része karmikus ürítés, tehát a gyomrod emészt, a tudatod álmodik. És hogyha nem ettél túl sok disznópörköltet, akkor nem ez a bikás üldözős álom, ugye? Jaj, itt vagyunk az Alföld közepén. Na, szóval... Szóval... Tehát amikor nem kémiailag... befolyásoltuk az álmainkat, ugye, akkor még akár üzenet is megjelenhet a mélyebb tárháztudatból, és szerintem te erre gondoltál. De hát az ember, hogyha nem kell, akkor nem néz tévét. Tehát amikor nagyon komoly üzenetek a mélyebb tudatrétegekből eljutottak hozzám, akkor arra emlékeztem is, meg kellett. Tudom, hogy erre gondoltál, de ez az életnek a 0,001 ezreléke. És ez nagyon fontos, ezt hívják profétikus álmoknak, amikor volt úgy, hogy volt egy olyan hét az élete, hogy 3. Na de az olyan is volt, ha azt nem láttam meg, akkor nagyon hülyén halok meg, tehát akkor az nagyon kellett. És arra a tudat emlékszik, az gyakorlatilag kim van a képernyőn 3D-ben. És hogyha az ember rögtön felkelés után ezeket dekódolja, megérti, és ezért jó a meditáció reggel, mert leülsz, és hogyha valami van a puffertárban, akkor azt gyorsan oda tudod tenni az asztalra, elrendezgeted, beilleszted, és utána indulhat a nap. Ugye? De a tudat nagy részt éjszaka csak ürít. És hogyha eleget meditálsz nappal, és ébren feldolgozod a dolgokat, akkor az álomban már tényleg csak a nyugalom lehet, és nem kell emlékezni semmire. Olyan is van, ezt is elmondom, mert ez is izgi, hogy a zen gyakorlat bekapcsol álomban. Mert kémiailag vagy karmikusan legyártasz olyan dolgokat az álmodban, amik nem jó felé vinnének. És a meditációban is az van, hogy ülsz, és amikor az álomvilágban ugye elmennél, mint Ropauer Hümér, akkor fogja, és a gyakorlat visszahoz ide a jelenbe. Az egyébként eseménytelennek tűnő, de hihetetlen izgalmas jelenbe. És ez a meditációs gyakorlat, ez átmehet az álomba is. És működhet, amikor az álom olyat gyártana, hogy te aztán ilyen csatakosan, vizesen, különböző problémákkal ébrednél föl. Nem, a tudat mentesíti magát önnön ártó hatásaitól. Ez lehet.
Ehhez kell a tapasztalás, a meditáció tapasztalata. Na most az a jó, hogyha nem kell emlékezni. Hogyha felébredsz és valami irdatlan, más átváltozva látod magadat, más állapotban, akkor jó belekotorni, tudod, hogy valójában mi történt? Tehát mi ez, amit itt hordozok, de most nem látom tisztán? És hogyha simán, frissen ébredsz, akkor tudod, hogy kvázi jó helyre mentél, és utána jó helyre jöttél vissza, relatíve. Jó? Ez tényleg, hogyha tiszta tudattal fekszel le aludni, akkor az álmod is tiszta lesz, hogyha beleviszel az álmodba olyan dolgokat, amelyek iszonyú kemények, akkor azokkal fogsz álmodni, és hogyha komoly üzenetet kell kapnod, mert olyan utcasarkon fordultál be az életben, hogy ott aztán figyelmeztető táblák sokassága kell, hogy tényleg arra akarsz-e tovább menni, akkor meg az lesz. Ezek az álmok rendkívül rövidek, tehát lineárisan rövidek, de iszonyú mély tartalmúak, szinte félreérthetetlenek a megfogalmazásukban, de az értelmezésükben nagyon-nagyon sok rétegűek. És nagyon sokat kell rajtuk dolgozni. Látom a lelkesedést, ott kérdés lesz. Na, szóval a helyzet az, hogy ezért kell dolgozni magunkon, hogy az álmaink is ugye beépüljenek az útba, és ne pedig csak kémiai ugye vészfékezés legyen éjszaka, hogy anyám, én nem ilyen vacsorát akartam. Tehát, jó? Ott hátul emelkedett egy kéz, és a rendezői balon készült még valami. Mond. Azt szeretném megkérdezni, hogy vannak emberek, akik nem álmodnak. Azt mondják. Nem emlékeznek az álmokra. Van, aki meg iszonyatos mennyiség. Mi az álom? Mi az álom? Mi az álom? Uh-huh. Hát amit alvó állapotban végigmozizik az ember. A moziba el kell menni. Tehát akkor, amikor ilyen kémiailag vagy anyagcserélek befolyásolt álomról beszélünk, akkor nagyrészt a testben vagyunk. És ezt tapasztaljuk. A testhez kötődő álmok ezek a bikás, szarvasos történetek, és amikor nagyon-nagyon tisztán valami egész más tapasztalunk, mint a test kémiai reakciói, akkor azok testen kívül vannak. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő nem álmodik, akkor fogalma sincs arról, hogy mi történik. Tehát akkor semmi nem történik úgy, hogy emlékezne rá, de az nem jelenti azt, hogy nem történt semmi. Csak olyanja van, hogy éppen nem emlékszik. Jó? Csak van, például az ilyen párom azt mondja, hogy sose álmodik. Nem, ez azt jelenti, hogy egy nyugodt ember, nehogy megzavard ebben. Nehogy. Hát az van, drágám, nem álmodsz, így szeretlek, rendben van. És hogyha álmodsz, azt is mondd el nekem, és az is jó. De hogyha te nem álmodsz, rendben van, és akkor békén kell hagyni. De az nem jelenti azt, hogy a tudat mindig a testben van, az mászkál jobbra-balra. És nagy ezt nem emlékszik rá, mert ahogy mondtam, megrója a köreit, és aztán jön vissza, azt kész, fölébred. Oké? Okay? De olyan nincs, hogy nem mozdul ki, különben a mély alvás nem tudna pucolni. Kell, néha tényleg az, hogy kimegyünk a szobából, és csak a takarító személyzet van. És akkor, vagy pedig mi takarítjuk ki a szobát, de nem úgy vagyunk jelen, mint amikor úgy, na most akkor cselekedjünk, jó? Oké. Okay. Kezdtük a jóval és a rosszal, és hogy ezt az egónk gyártja. Hát említettük, az biztos. Igen, de hogy azzal kezdtünk volna, hát. Igen. Igen. És én meg szeretném kérdezni, hogy több ezotérikus, illetve előadásokra járunk, és hogy van-e jó és rossz oldal? El tudok-e menni egy rossz előadóhoz, aki a rossz oldalon áll, nem a jó oldalon? Mi az, hogy jó oldal és rossz oldal? Van-e erről véleményed? Van. Tehát az egyik nagyon-nagyon rossz dolog a konkrétumok hiánya. Tehát ebbe bele tudunk pusztulni. Hogy most nem mondok konkrétumot? Hát nem akarok nevet mondani. Tehát az már szörnyű, de nagyon jó oldala is van, mert nem tudom meg, amit nem kell megtudnom. Ja. Most itt bármiről beszélhetünk, ha mondok agykontrollt, mondok nevet is, bárkinek mondhatom a nevét, és bármit mondhatok. Egyik azt mondja, hogy az a jó, azt kövesd, a másik azt mondja, az egy rossz irány, oda biztos, hogy ne menjél. Látod a saját elhárító mechanizmusodat? Nem.
pedig most azt tetted, általánosítottál, ezt mi nagyon szeretjük. Tehát amikor a konkrétumok nem működnek, akkor gyorsan általánosítunk, és ezzel elhárítjuk a konkrétumok súlyát vagy felelősségét. És én nem akarok olyat tudni, a világ se, tele van a padlás olyanokkal, hogy valakik elmondanak nekem dolgokat, és valójában nem nekem van dolgom ezzel, hanem az illetőnek. Te. A tanító, mint projekciós felület, az egy nagyon alkalmatos berendezés. Tehát, amikor rólam visszaverődnek dolgok embereknek, másképp fogja látni, hogy jobban vagy rosszabbul, az majd az ő álma, pacsora függő, de hogy más lát, mint addig, az biztos. Tehát a következőt szeretném mondani. Csak akkor tudnak letéríteni az utadról, hogyha te nem vagy abban biztos. Nincs olyan, hogy jó és rossz tanítás, de van olyan, hogy neked alkalmas a saját céljaid elérésére, vagy sem. Ez az objektív része, ez a könnyebbik. Ez azért is fontos ezt így lefektetni a könyvtár sokadalmában ide az asztalra, mert ebben a könyvtárban minden könyvre szükség van. Nincs felesleges könyv. A világban minden irányzatra szükség van. Nincs felesleges vallás vagy gondolat. Miért? Mert van valaki, akinek pont az kell. Azért, mert kinevezte azt a céljaihoz elérendő eszköznek, útnak, és akkor azzal dolgozik. Megint nem minősítettük a célt, csak azt látjuk, hogy van kapcsolat az illető és az adott tanítás között, és energiát kap, és átváltozik, és csinálja, és megy az útján. Az, hogy az iránya helyes vagy nem helyes, azt mi nem tudjuk. Azt majd ő megtapasztalja. Tehát, hogyha egy olyan GPS-t vett, ami neki vezeti a házfalnak, és hogy forduljon balra, puff, 6 méteres sziklafal, így bele, akkor valószínűleg nem jól programozták azt a modult. Hogyha valaki tényleg eléri a célját vele, és azt kapja, amit akar, és ez másoknak is jó, akkor valószínűleg egy szenvedéstől megszabadító utat választott. De ha megnézed, a Földön 7 milliárd emberre többségében nem ez jellemző. Ezért termeljük újra a szenvedésünket ilyen elképesztő magnitúdóval, amit most csinálunk egymással, meg ezzel a bolygóval. Tehát, hogyha megnézed, az emberiség többsége nem azt az utat járja, hogy megszabaduljon a szenvedéstől. Egész más céljai vannak. Jó? Tehát nincs jó és rossz tanítás, de van olyan, hogy számodra alkalmatos, tudsz hozzá kapcsolódni, úgy érzed, hogy szolgálható és követhető, vagy sem. Most jön a személyes oldal. Vannak olyan tanítók, akik csak megjelennek a térben, és hideglelést kapsz tőlük. És még ki sem nyitotta a száját. Amikor meg kinyitja, az aztán a legrosszabb. Tehát mond valamit, és számodra nem, hogy elfogadhatatlan, hanem mindegy, mit mond. De jobb, hogyha csendben maradna. És abszolút mindegy, a más univerzumban élne, és teljesen irreleváns. Na, ekkor kell fölállni és elmenni. Mert tényleg nincs dolgod vele. A következő réteg az, amikor úgy érzed, hogy nagyon utálod, de akkor már van viszony. Az átfordulhat másba. Amikor úgy érzed, hogy nem szól neked, és teljesen más univerzum, az kész. Elszigetelt. De amikor már van egy kapcsolat, és hú, de nem szeretem. Én annyira vitatkoznék vele. Annyira nincs igaza. És annyira ki szeretném javítani azt a sok hülyeséget, amit ez a tanító tanításként hordoz magában. Hú, ez már nagyon jó. Itt már van kihívás. Na, akkor magadat is le kell küzdeni, hogy a viszonyt átalakítsd, és a tanítóhoz úgy kapcsolódj, hogy tanulj is tőle, meg hogyha akarod, tanítsd is. Kösd fel az alsó neműt, lehet. És akkor kiderül, hogy kiben milyen kvalitás van. És a következő, ami ettől úgy látszólag különbözik, az, hogy jaj, de jó, Istenem, még mondja. Ne hagyja abba, mint a manna. Na, ez a függőség. Szóval, ilyenkor szokta a tanító elvágni ezt a nagyon ilyen kis mennyei manna-szerű kapcsolatot, és ad egy feladatot a tanítványnak. A tanítvány nagyon jó, nagyon kell, tiszteljük, becsüljük a tanítványokat, de nem hagyjuk megülni a minket szerető viszonyban, hanem adunk nekik egy feladatot, hogy azzal bíbelődjenek, és ne a viszonnyal foglalkozzanak. Na, ha ezt kibírják, akkor egy kicsit egyensúlyba kerül a dolog, és hogyha valaki az előző kategóriában van még, hogy nagyon ki akarja hívni egy meccsre a tanítót, akkor is kap valamilyen feladatot, előbb-utóbb rájön, hogy ennek a feladatnak az elvégzése nélkül nem fog felnőni ahhoz, hogy így jól kipucolja azokat a sok
téves nézetet, meg mindenféle. És van a másik, ennek az ellentetje, nem jó és nem rossz, csak teljesen egyé válsz vele. Tehát az első volt a teljes szeparáció, második a rossz, harmadik a jó, és a negyedik az a teljes egység. Ez az abszolút egység, hogy megtartod az önállóságodat is, de teljes mértékben tudsz hozzá csatlakozni, mert nincs zaj, nincs semmi, ami gátolna. Tehát nincs akadály. Na ebből a négyből van legyártva általában. Azt kéne megnézni, hogy mi a kapcsolat, és milyen átfedés van a tanító karaktere és a tanítások között. Na, ez egy veszélyes vizsgálat, mert mindenki bukik rajta. Tehát nem láttam olyat, hogy 100-asba megfelelne, de a 99 már nagyon jó. A 95 is nagyon jó. A nálam több, az is nagyon jó. Az már tud tanítani. Tehát ahol az integritásom nekem nagyobb, mint a tanítóé, az teljesen reménytelen. De ha a tanító integritása és ezáltal a szellemi ereje nagyobb, mint az enyém, akkor ő tud nekem utat mutatni és tanítani. Na most innentől kezdve az mindenkinek a saját dolga, hogy felismeri, hogy milyen viszonyban van egy adott tanítóval, tanítással, és hogyha pozitív a válasz, mert elfogadja és elkezd gyakorolni, akkor a harmadik komponens belép, a tanítványi közösség. Hogy a tanítványi közösséggel, a társakkal milyen viszonyban vagyok. Hagyomány, a Buddha személy a tanítónak felel meg, a dharma a tanításnak felel meg, a szanga a tanítványi közösségnek felel meg. Ezen három nélkül nincs út, nincs haladás, nincs tanítás és tanulás, nincs szellemi gyakorlat. Nyugaton nagyon szeretjük a tanítóval való személyes viszonyt, ezért szoktak az előadás után odajönni hozzá. Nekem még lenne egy kérdésem, amit nem akartam föl. Na, ma ilyen nem lesz. Nem akartam a többiek előtt föl, és teljesen hétköznapi és normális, és egy kicsikét kicsontozva ugyanúgy ugye, fogyasztható, sőt a másiknak még használható is, de én személyesen akartam föl. A dharmát azt szeretjük olvasni és objektiválni, hogy majd én megértem. Ez már a tanítótól való függetlenség is, de először azért engedje meg, hogy a tanító is egy picikét tanítsa. Azt nem szeretjük. Azt szeretjük, hogyha a tanító személye ott áll, mint atyácska vagy anyácska, és minket támogat, miközben mi a saját kis vélemény szabadságunkkal élve kidolgozzuk a tannak a megértését a mi lelkünkben. Na hát, ez mind-mind lehetséges, csak ez nagyon-nagyon sok veszélye jár, főleg azzal, hogy ez a majd én tudom. Ja, hogy ez esetleg nincs úgy, de én akkor is tudom. Mert mondták, hogy ezt olvassam el. Tehát ez így nem működik. És a tanítványi közösség pedig azért kell, hogy ne én legyek a legjobb gyakorló. Tehát, hogy egy kicsikét kiegyenlítsük a történetet, és hogy itt mindenki érzékszervekhez kötött lény, mindenkinek mulandó teste van, mindenkinek tökéletlen tudata van. Na most innentől kezdve tudunk közösen gyakorolni. De amíg én vagyok a nagy császár, és én tolom a legjobban a mantrát, és én tudom a legjobban a koanokat, addig olyan egoépítés zajlik, hogy totálisan az ellenkező irányba megy a gyakorlata, és akkor meg az életnek, hogyha a tanító nem teszi meg, de egy jó tanító megteszi, hogy a faladja a másikat. Kőkeményen. Tehát elvágja azt az érzelmi és gondolati szálat, ami addig a tanítványhoz kötötte, és gyakorlatilag megszűnik számára. Nem vitatkozik. Vitat kivel? Mivel? Majd az okozatiság megmutatja, hogy az illető helyesen gondolkodik-e. Hogyha a tanítványból ilyen ekkora nagy ilyen szellemi kivagyiság ugye, sugárzik, akkor gyakorlatilag a tanítás lehetősége megszűnt, tehát a tanító is megszűnt. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes játék, nagyon érdekes dinamika, ami halálosan komoly. Miért? Mert a felébredés lehetőségét hordozza. Tehát erről beszéltünk, és nem csak arról, hogy elsajátítunk valami készséget. Olyan szellemi útról beszélünk, amely a felébredés lehetőségét hordozza mindenkinek. Ezért halálosan komoly. És nem valami újabb réteget, vagy sminket, vagy ruhát, vagy egyéb járművet ugye maszkírozzunk magunkra. Nem erről szól a történet. Tehát tanító, tanítás, tanítványok. Ebben a hármasságban találjuk meg a helyünket, helyes viszonyulást, és akkor helyesen is tudunk működni. És akkor haladunk. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? Visszatérő álmok vannak, azt hogy kezeljük? Megoldatlan házi feladat.
meg kell érteni, hogy miért ismétlődnek az álmok, és valójában mi a tartalmuk. Tehát nagyon fontos az, hogy meglássam, hogy mi az, ami az életemben megoldatlan, és állandóan ismétlődik, és előjön. És hogy az álom mi módon kapcsolódik hozzá, vagy mit jelent. De az ismétlődő álom az olyan késztetés, olyan megoldatlanság, amit a tudat azért jelez álomban, mert éber állapotban nem fogadjuk el ezeket a jelzéseket. Nem vagyunk hajlandóak látni, lezárjuk a közvetlen tapasztalást, ezért ugye álomban kell a léleknek jeleznie, hogy hello, valami tényleg nincs rendben. És akkor a legnagyobb feladat az önmagaddal való őszinteség itt is, és egyébként is. De hogyha nem hajlandó az ember őszintén látni egy álomnak a jelentését, és megragad valami illúziót, mert ezt szeretem, nekem az a jó, én ezt szeretném az álomból kihozni, és ezt nagyon szépen tudattalanul lehet csinálni. És akkor a kis sminkkészlettel így kidíszítem magam, én olyat álmodtam, igen, és mertünk, tetszettünk mélyebbre menni egy picikét? Na, hogyha mélyebbre megyünk, akkor ez a sminkkészlet, ez eltűnik. És akkor kijön az álom valódi jelentése, honnan tudod, hogy az, hogy nem mozdul, nem tudsz tovább menni. És nem azért, mert lezártad, tehát nincs egy ellenerő, az megáll. És abszolút kapcsolódik ahhoz a környezethez, amiben vagy. Egyszerű és világos kapcsolat van közted, és az álom, a jelentés és a hétköznapi élet között. Úgyhogy tessék újra forgatni a filmet. Jó? Egyéb kérdés? Ott hátul. A rendezői balon többen mosolyognak, és a rendezői jobbon többen kérdeznek. Ez eddig nem volt így. Mondjad. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a test és a lélek összekapcsolódhat újra? Tehát ugyanazon lélek, csak másik test? Hát persze, hát így szoktunk újra születni. Csak másik testben. Hát igen, mert ugyanabban nagyon kevesen tudták. Tehát... Jó, csak tehát akkor Zsiga bácsi is lényegében ivat, hogyha ember képében születik, újra. Igen, hogyha sikerül emberi testet felölteni, ugye? Akkor ez lesz. Na de voltak, akik ugyanabba tértek vissza, csak azért, hogy a jelenlévőknek megmutassák, hogy a test és a lélek az nem ugyanaz. Függ egymástól az élet idejére, de nem ugyanaz, és a lélek az tud távozni és visszatérni. Hát most volt húsvét, tehát azért gondolkodjunk el ezen. És keleten az teljesen törvényszerű volt, hogy aki az elmélyedés 4 fázisának a legmagasabbikát elérte, az bizony tudott távozni a testből, és oda vissza is térni. Bodhi dharma az ennek a megalapítója, vagy azt mondanám, hogy a jelenlegi formának egy nagyon komoly alapítója, aki 1000 évvel Buddha után élt, ő ezt ugyanúgy bemutatta. Tehát az ő sztoria az olyan, hogy Indiából Kínába viszi a tant, és nem értik. 10 évet ül egy barlangban, utána már egy kicsit híre megy, hogy valójában ki ő és mit csinál, és akkor elkezdenek tőle tanulni, de hát annyira radikális az, amit csinál. A Zen 4 alapelve, amit az előbb elmondtam, az gyakorlatilag az ő tanításainak egy nagyon komoly, tömörített formája. Azt ő írta le, ez 4x4 kínai karakter. Emlékszünk? Á, dehogy emlékszünk. Tehát nem támaszkodás az írásokra, közvetlen az ember tudatára való irányulás. Nincs? Jó, megvilágosodás igazi önvalónk megtapasztalása által, és tudattól tudatig való közvetlen átadás. Külsőségektől független. Ez ő miatta van. Ő nem volt egy kispályás játékos, ő azt csinálta, hogy miután egy jó párszor meg akarták őt mérgezni, mindig semlegesítette a mérget a testben, mert már ezt is tudta, és aztán volt egy olyannya, hogy azt mondta, hogy jó, most 15-ször fognak engem megmérgezni, és most ezt hagyom, mondta a tanítvány, most ezt hagyom, most meg fogok halni, és legyetek szívesek a szokásokkal ellentétben nem elhamvasztani a testet, ezt a mai napig Ázsiában hamvasztják mindenkit, kivéve, akik más vallásban temetkeznek, vagy várják az adott testben való feltámadást. Ez az ilyen sírkőkultusznak a gyökere. Tehát azt mondta, hogy ne hamvasszatok, hanem tegyetek bele egy ilyen
übervastag kőkoporsóba, és földeljetek el, a többit én elintézem. Meg is tették, úgy, ahogy mondta, méregpohár, riválisok, meghalt, eltemették, és egy birodalmi küldönc jött Indiából Kínába visszafelé. És látta a Bódhidharmát, ahogy szépen megy egy vándorbottal a vállán, és egy szandál volt rajta. És hát Bódhidharma addigra nagyon ismert volt egész Kínában, és azt mondta a futár, hogy jaj, nagymester, micsoda szerencse, hogy találkozunk. Készítene nekem egy kalligráfiát? Mert tudjuk, hogy a nagymesterek azért kalligráfiával szokták a tanítványokat motiválni. Páran ezt láthattátok a közelmúltban, a templomunkban. És Bódhidharma természetesen fogta, megfestette, odaadta a küldöncnek, az visszament a birodalmi udvarba, és bemutatta ezt a kalligráfiát is. Meg voltak döbbenve, hogy micsoda? Hát Bódhidharma több hónapja meghalt. Szóval nem lehet. Hát láttam, ott volt a mezitlábas nagymester, vándorbottal, szandállal, és amikor megkérdeztem, hogy mit csinál, azt mondja, elvégeztem a dolgomat Kínába, megyek vissza Indiába, mondja ő. És hát azt mondják, ilyen nincs. Elmentek a temetkezési helyre, kibontják a koporsót, az totál üres volt, és volt benne egy darab szandál. Ennyi. Tehát így is lehet. De ezek a példák nem azért fontosak, hogy te erre gyúrjál, mert nem erre kéne gyúrni. Képzeld el, ilyen szandál kultusz lenne, és megpróbálnánk ilyen fél szandálokkal rohangálni, csak azért, hogy begyakoroljuk, hogy hogyan szeretnénk azután, ugye? Nem. De ezt képzeld, ez a fél szandálosok rendje, és akkor itt ilyen vándorbotokkal éjszakánként ott tréningezünk, hogy tényleg sikerül-e? Na, szóval nem erről szól a történet, hanem arról, hogy Jézus, Bódhidharma és a hasonló kaliberű tanítók, ők, mivel ezt tudták, ez a birtokukban volt, mint lehetőség, ezzel demonstrálták azt, hogy a test mulandó, de igazi önvalód nem. A karmád az keletkezik és megszűnik, de igazi önvalód nem keletkezik és nem szűnik. És azt, hogy ezt ők demonstrálták, na az rugott akkor át, hogy a mai napig olyan kultusztisztelet és követő sereg övezi őket, akik és amennyi. Ez azt jelenti, hogy ők nagyon magasra rakták a lécet, mi pedig megpróbáljuk követni. De a legnagyobb probléma nem az, hogy nem érjük el, hanem hogy azt a tanítást, amit egyébként követhetnénk, azt se értjük helyesen. Tehát igyekezzünk a nekünk szóló és számunkra szükséges tanítást megérteni, megfogadni és felnőni hozzá. Mert ez viszont a lehetőségeink közé tartozik. Mi történik akkor, hogyha mások lebecsülik, kigúnyolják a saját hitünket? Az isteneinket vagy az istenünket? Mi történik akkor? Az első, ugye az a legfontosabb, hogy lásd, hogy egyetlen vallásban sincs kódolva az, hogy a másikat lebecsüljük, megkülönböztessük, hátrányosan ítéljünk, stb. Stb. Sőt, a tételes vallások is, és a mélyebb spirituális utak is azt mondják, hogy ezt inkább ne tegyük. Ha tudod idézni az illető felé a saját vallásának azt a részét, amely a felebaráti szeretetet, az együttérzést, a love your neighbor as your brother, tehát felebarátodat, mint önmagadat, ugye? Tehát, ha ezt tudod idézni, és a másik el tudja fogadni, akkor bevittél egy üzenetet. Nem biztos, hogy hat, és hogy hosszú távú lesz, de legalább idézted neki azt, amit ő a sajátjából kihagyott és elfelejtett. És a másik eset, amikor ez reménytelen, egyszerűen távozol. Nem kell az ilyen emberekkel aktív kapcsolatot táplálni a saját részedről. Felesleges. Merd megszüntetni, mert ebbe az ürességbe egy új kapcsolat fog belépni. És utána a saját tapasztalatodat pedig senki nem veheti el. Tehát, hogyha igazi önmagadat tapasztalod, akkor azt a tapasztalatot senki nem veheti el.
És ez nagyon fontos. Tehát bíz önmagadban, de igazi önmagadban, és ne abban az én képben, amit magadnak hiszel, de nem te vagy. Tehát a kérdés arról szólt, hogy hogyan tudjuk magunkat az ilyen vallási szélhámosoktól és egyházszédelgőktől, teljesen ilyen becsületsüllyesztőktől és szellemi alaksoroktól megóvni. Ez a kérdés. És gyakorlatilag úgy, hogy mi nem kerülünk saját becsületsüllyesztőnkbe, és mi nem fokozzuk le magunkat szellemi alaksorunkba, és nem válunk olyasféle fotontemetőkké, amelyek csak sötétséggel foglalkoznak. Ugye? Tehát, ha ezt magunkkal nem tesszük meg, és megvan az a nyitottságunk, és az a fajta belső szilárdságunk, hogy lássuk az okot és az okozatot, lássuk az irányt, és ha nem hazudunk magunknak, akkor ugye mások sem tudják ezt velünk megtenni. Ekkor lehet az ajtót úgy nyitva tartani, hogy jöhet, és megy is. Ugyanis nem tudod egy kezdeti tapasztalat nélkül felmérni, hogy valójában ki az a tanító, mi az a tanítás, miféle tanítványi közösséggel van dolgunk, nincs meg az érintkezés nélkül, a közvetlen tapasztalat nélkül az a fajta alap, amely szerint dönthetnél. Na de ha már ez bekövetkezett, akkor hogyan tartod magad ahhoz az úthoz, amit eredetileg szeretnél, amihez csak segítséget kértél volna, de hát azért nagyon sokszor úgy működnek ezek a dolgok, hogy gyorsan kisajátítanánk a másikat. Pillanatok alatt elvennénk az önrendelkezését, a szabadságát, a döntését. Miért? Mert megadjuk neki azt, amit ő a lelke legmélyén vágyik. Na de ha ezt egy szellemi út keretében szeretné ezt a nagyon fogható, ezt a vágyáltal elérhető dolgot elsajátítani, az már az öncsalásnak egy nagyon komoly esete. És ezen az öncsaláson keresztül tudnak a szélhámosok hozzád férni. Tehát ha nem csalod meg magadat, és pontosan azt az élet és halál fölötti, a jót és rosszat meghaladó, a nem énre, nem birtoklásra építő valamit, ami nem szóba fogható, ha ezt szeretnéd elérni, akkor nem csalod meg önmagad, és ezért mások sem csalhatnak meg. De hogyha valami egyebet, valami materiálisat, ami a vágyadnak, vagy a dühödnek, vagy a dualisztikus nézeteidnek a tárgya, ha ilyesmit szeretnél elérni, ez már az öncsalásnak egy olyan esete, ahol hozzád férnek. Álmaidban is, éberen is. Úgyhogy vigyázzunk. Járjunk azon az egyenes úton, amely nem fordul körbe, és nem lesz belőle visszatérő álomgyűjtemény. Járjunk azon az úton, amely a felébredéshez vezet, és ezáltal megszűnünk problémák és szenvedésgócok lenni, és másoknak tudunk segíteni. És ez semmi más nem kell tennünk, csak a saját belső sár és mocsok réteget kell letakarítani igazi önmagunkról, igazi önvalónkról. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok hitet, erőt, egészséget és lehetőség szerint közös gyakorlást. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm.